Halló, szia! Hogy kérdezem már meg tőled, hogyha te találnál lóvét? Kicsiben nagyobb összeget, te megtartanád? Mi? Igen. Biztos? Igen. Oké, köszi. Ó, főnök, elnézést egy szóra, hogy kérdezem már meg? Ha találna néhány millió forintot, maga visszaadná? Persze. Biztos? Persze. Oké, köszönöm a válaszát. Hülye. Hello, hello. Figyelj, anyukám. Csak egy kérdésem lenne. Ha te találnál néhány millió forintot, vagy eurót, nem, tök mindegy. Te visszaadnád? No, Nem mi? no, Tesze. no. Jó van. Köszönöm, csak ennyit akartam. Hello. Jó napot, mamika. Jó napot. Engedje már meg, hogy megkérdezzem. Ha maga találna néhány millió forintot, éppen csak néhány milliót, nem, ezért. Hoppá, csak valami, ne rohanjam, mindjárt kérdezzek valamit. Na, tehát, hogyha találna néhány millió eurót, vagy néhány millió dollárt, vagy néhány millió forintot, maga visszaadná? Nem, nem, nem. Tessék adni egy picit, már jövök is, itt vagyok. Ó, hova tűnt? Itt vagyok, ne rohanjon annyira. Jövök, jövök, jövök. Jó napot, csokolom. Maga talán a néhány millió eurót, forintot, vagy akármit, dollárt. Jöjjön, itt már járt, nem? Na mindegy. Maga visszaadná? Hello? Nem válaszol? Mi van, szégyelős? Nem, nem, nem. Akkor menjen csak, menjen, akkor menjen. De ahogy látjátok, árruhába követtem az embereket. Próbálom velük fölvenni a kontaktot. Némelyik engedi, némelyik nem. Van, aki válaszol, van, aki nem. De kikérem az emberek véleményét. Elnézést, főnök. Haló, főnök. Maga talán a néhány millió eurót, tudom, tartsuk meg az inkognitot. Talán a néhány millió eurót, forintot vagy dollárt visszaadná? Tanulj meg egyet, fiam. Amit találsz, az a tiéd. Tartsuk azért a kapcsolatot. Így titokba. Megyek tovább. Megyek gyorsan, átöltözök. Nehogy megismerjenek. Halló, Szöszke, hello. Ha esetleg találnál az utcán néhány millió eurót, forintot vagy dollárt, te visszaadnád? Nem, nem, nem. Képes lennél egyből lehet költeni könyvekre? Biztos? Könyvekre? Csuda egy ország vagy te? Mutasd magad. Aha, már értem. Na, szevasztok, gyerekek. Hát, ahogy láthatjátok, az előzményekben megmutattam azt, hogy nem apróztam el a dolgokat, tehát véleménykutatást csináltam, megkérdeztem mindenkit, aki csak számít, hat leginkább az utca népét, ugye itt a környező, amit tudom, elmentem egy 5-6 faluval arrébb, meg egy hárommal, meg egy körbejártam néhány falut, és akkor megkérdezgettem néhány embert, hogy ők mit is tennének az én helyzetembe, hogy megtartanák-e a lóvét, és hát ugye kivétel nélkül. Szinte mindenki azt mondta, hogy hát yes, yes, jó, oha, persze, nana. Főleg a nők, hát azok nagyon harapnak a lóvéra. Értelemszerűen. Ugye mindenki megtartaná azt a pénzt, amit én agyalok rajta, és hát én meg is tartottam, ezért már fel is írtam magamnak itt a izéba. Nem volt benne egyébként sok, mert nem volt sajnos benne sok. Volt benne 70 ezer dollár, plusz 12 millió forint, tehát annyi, hogy a széfet én áthelyeztem a tyúkolba, szépen. Hogyha esetleg valaki keresi a széfét, akkor azt megmondom, hogy hát én megtaláltam, de hát elmosta a víz a szajrét biztos, és akkor azért nincs benne a lóvé meg. Mert mi más lehet mondani, ha nem? Hát de. Ja, hát én akkor se adnám oda vissza már a gazdájának, hogyha két bankóba jönne elém. Becsületes ember lévén. Hogy is adhatnám már vissza. Várja, mely a új jövök úgy nagyjából. Ja, itt már csinálok egy izét. Én átvágok rajta. De ez a csücsök, ez kívül esik. Így ezt külön fogom itt szépen leszedni.
nem foglalkozok a rendrevágással, hanem ahogy esik, úgy puffan, a lényeg az, hogy le legyen szedve. Na szóval, hát ennyit a megmilliomosodásról, azért láthatjátok a képen is, hogy nem mertem videóban megcsinálni azt, hogy kiürítem a kasszát, a széfet, mindig kasszát mondok, nem tudom miért, hogy videóban kiürítem a széfet, mert az a videó ugye a bíróságon felhasználható ellenem. Így meg a képet bármikor tudom törölni, hogyha esetleg hát ez nem, ez gyerekek, ez Photoshop vagy akármi. Ilyen nincs, ilyen kép nincs, nem is létezik, nem is volt, nem is lesz. Nem. Úgyhogy nincs bizonyíték. Direkt megcsináltam ugye a szép átrakását, ne lehessen. Nyugodt, a lelkiismeretem nyugodt, mondjuk úgy. Érted? Nem azért beszélek róla, mert még mindig izgulok, hogy úristen, mi lehet. Hanem azért beszélek róla, hogy legyen miről beszélnem. Hogy gondoljatok bele azért, mekkora izgalommal járhatott. Nézd meg, 44.457.498 ezer pénzem lett. Mindez forintba. 44 millió forint. Az egyik ismerősöm, nem mondom ki, ahogy a gróf mondta azt, hogy Magyarországon 100 millió alatt egy gazdaságba csinálni nem érdemes semmit. Mondjuk ebben nagyon igaza van. Hát most itt, ahogy megnézem, ez a roppant sok izgalom, amit én itt okoztam magamnak ezzel a szív megtalálásával, gyakorlatilag nem hozza vissza ez a 44 millió forint ezt az izgalmat. Például, hogyha lebukok, akkor aztán annyit kapok érte, mint egy emberölésért, sőt, hát többet. Vagy nem biztos, mert hát sokan, nagyon sokat csinálják, főleg a felső vezetésben. Aztán nem kaptam ért a lófas se. Sőt, még dicsérik őket, hogy ha-ha! De ügyesek voltunk, sőt, magukat dicsérik, de ügyesek voltunk. Úgyhogy, srácok, 44 millió pénzzel lettem. Pontosabban nem is 44 millió pénzzel lettem gazdagabb, mert hát csak ugye volt valamennyi. Nem is tudom, mennyi pénzem volt. Tizen valahány millióm. Tehát olyan sokat nem nyertem. Na de, könnyen jött pénz. Megpróbálom jó célra felhasználni. Majd aztán befektetem úgy, hogy ez nekem forogjon, jövedelmezzen. Igaz, hogy nem tudom mibe. Ami a fix, hogy már van egy... mi is van? Kombinátorom. Egy vetőgépem van. Kéne vennem egy E2-t. Nem szabad hirtelen követekeznem, mert észreveszik. De azért csak valamit kell fejlesztenem. Gépet biztos, hogy ebből a pénzből nem tudok vásárolni, mert, várja, azt mondja, hogy mondjuk, hogyha akarnék venni magamnak egy kombányt, ezt mondjuk a legkisebbet meg tudnám venni. Jaj, gyerekek, jaj. Mondjuk vehetnék fel kölcsönt, hogy vegyek magamnak egy Tucano 300-as, de hát ez a legkisebb. 400-as valamivel nagyobb. Ezekre a földekre korában nem érdemes nekiállni, itt bóckodni. Ajjajjajjajjajj.
Na mindegy, egyelőre gondolkodom rajta. Hiába akarnék ide egy kaszdominátort venni, hát azzal kitörögetem a... Jaj, de rosszra gondoltatok, hogyha mikor rosszra gondoltatok. Kitörögetem a könnyeket a szememből. Mert hát ugye sokat nem érek el vele itt egy 4 méteres vágóasztallal. És nézd meg, ez is egy mekkora, legalább 7 hektáros föld, 6-7 hektár, várja. Meg is nézem. Igen, hasznos terület ebből 7,8, majdnem 7,8, 7,79 hektáros föld. Hát itt mit csinálok egy 4 méteres vágóasztallal? Kijövök reggel, aztán 2 hét múlva reggel befejezem. Érted? Tehát ide minimum kéne számolnom egy 8 méteres, 7-8 méteres vágóasztallal, ahhoz, hogy én tudjak egyről a kettőre haladni. Izibe. Ajajajajajajaj. Nehéz becsületes úton meggazdagodni. Nem mondott hülyeséget a regős Bendegúz, amikor azt mondta? De hát igaza volt 100%-osan. Én annyira reménykedtem benne. Annyira. Ott 7. Hát ugye értelemszerűen 7 köteg dollárt találtam 100 dollárosokból, de hát az is. Ugye csak 100, az is csak 10.000 dollár. Érted? 10.000, abból volt 7. Ez 70.000 dollár. Az is. 400-zal megszorozva, hát vagy nem tudom, hogy mennyibe váltották át, de hát így sikerült átváltanom, de szerintem nem kaptam érte többet. 400-ba szorozhatta, gondolom. Kaptam érte 28 milliót, úgy, ahogy számolgattam. Pontosan, ja. 28, meg akkor ez a 12 millió, ja, és akkor volt valamennyim. Vagy 6 millió... 6 milliót kaptam a dollári, nem tudom már, hogy váltott. A lényeg az, hogy nem gondolkoztam az én a valutaváltón. Az első, aki beváltotta nekem, az annak pikpakkod adtam. És beváltottam, hogy minél hamarabb az enyém legyen a zseton. Nem izéltem én azon, hogy mennyibe váltja be, most mit tudom én, 50 forinta vagy 30 forinta többet kapjak dolláronként. Hát mondjuk annyit nem kaptam volna érte, mert ugye itt ilyen 1-2 forintról van szó, annyival kaptam volna többet vagy kevesebbet, de így váltotta be. Ott tegye meg a fene. Jó, ez is. Könnyen jött lóvé. Várjál már. Mindjárt tele vagyok. Nem akarom odaadni segítőnek, mert félelmetes látványok lehetnének. Szerintem itt a forint az úgy pörögne lefelé, mint hogyha önteném ki a lefolyón a vizet. De azért majd mindjárt megnézzük. Kíváncsiságból indítok egy segítőt. Csúnya látvány lesz szerintem. Ugye ez nem euró, hogy eurócenteket számol, vagy eurókat számol, mert ugye... Ja igen, nincs eurócentre leosztva, mint itt a forintra. Ebbe a pultba még fog férni szerintem. Hány százalékon voltam? 55. Úgyhogy ezt még nekem kell vágnom. Most se tudom, ezt hova kell vinnem eladni.
Majd megmutatja, vagy hol van, itt van. Azt mondja, hogy szárító berendezésbe kell. Minden cirok legyen leszállítva ide. B1 15-ös szárító berendezés. Szárító berendezés. Szárító berendezés. Szárító berendezés. Ja, itt a felszólító jeles, jó? Akkor ide kell vinnem. Nyolcvanhárom százalékon van, állj meg! Így áll is le. Úgyni. Csak kíváncsiságból egy két perc, nem. Fél pillanatra elindítok egy segítőt. Így. Jaj, gyerekek, oda nézzetek, jó főső sorok, hát az valami brutális. Az valami félelmetes. Hát én nem is tudom, hogy... Á, ez kizárt. Álljál meg felé. Hát ennyi pénzért alkalmazok egy segítőt. Hát miért érné ez meg nekem? Na, hogyha nem forintot vonna le, mert ugye már forint az nincs. Hanem 10 forint vagy 5 forintos, hogy mennyi a legkisebb. 5 forintos a legkisebb. De hát forintokat von le, jaj. Azt a büdös mindenit. Hát itt pikpakacső cilére kerülhetnék. Így se vagyok. A csúcson. Várjál már, gondolkozom, lehet, hogy izé. Ha meg kéne kérdeznem a széfet, mennyire vennék meg a mély telepet. Na jó, még nem. Nagyon jó, hogyha fő, izé. Kicsit elcsillapodik ez nekem így a lelkembe. A lényeg az, hogy körbejártam a környező falvakat, ugye? Megkérdezgettem, senki az éget a világon, senki nem mondhatja azt, hogy nem tettem meg az új intézkedéseket. Mindenki azt mondta, hogy ne, nincs becsület, gyerekek, nincs becsület, úgyhogy itt nem kell a becsülettel foglalkozni. Köl a lóvé, tartsuk meg ezt a pénzt. Hallhattátok, mindenki azt mondta, yes, no, yes, yes, igen, igen. Én nem már nyugodt a lelkiismeret, amíg hallgatok mások véleményére, semmi van. Érted? Nyugodt lesz az álmom. Meg fog tenni a pókocsi. Elég jó, nagy darab ez a föld. Ugye Green River-en volt az egyik földem ekkora. Ma vettem hozzá a másik ekkorát, akkor ez össze lett szántva, jaja. Aki emlékszik rá, ja, annak mondom. Ott azért voltak földek, gyerekek. Sokára lehet tölteni
kódba. Szerintem most itt lemegyek, és akkor jövök visszafelé, akkor utána mellé is a kombány mellé állok. Mert nem fog úgyse beleférni a pótkocsiba. Nem merem elindítani, hogy segítő csinálja addig, amíg visszaérek, hogy leürítem a pótkocsit, és amíg visszaérek, addig csinálja a segítő, mert hát olyan szinten pörögne lefelé a lóvim, hogy szívrohamot kapnék. Vissza se érnék, már a mentő útkötbe fővehetne. Még csak stoppolnom se kéne. Csalódtam. Sokkal nagyobb reményeket fűztem ehhez a szépnek a tartalmához. Hát, hogy visszafelé mérgen beszek egy fagyit. Hát miért ne, nem? Hát dehogy nem. Vaníliát, csokoládét, pisztáciát. Aztán lehet, hogy a pisztácia kifogyott. A csokoládé meg nem is volt. Majd megkérdezem a kis csajt, vagy egy Leót. Na, ki emlékszik erre a... arra a fagyira? Hú, de szerettem. Ho-ho-ho. Pálcikát is adtak hozzá, vagy ilyen evő pálcikát, ilyen kis fakanalat, vagy nyújt az halapátot. Mostanában szoktam olvasgatni a facén, hogy akinek ilyenje volt, annak csodás gyerekkora volt, meg mit tudom én, még milyen baromságokat kiírnak, meg aki hívott nyomós kútból, annak kiváló gyerekkora volt, meg mit tudom én. Én is mondhatom most azt, hogy akinek kievett Leó fagyit, annak volt egy öröm 3 perce vagy 5 perce az életében, a gyerekkorában. Mert az aztán akkor annó nagy szám volt. Nem izé úton útfélen árultak fagylaltot, vagy éklémet, vagy minden utca sarkon. Főleg a falu helyen. Akkor utána beindult az, hogy járt egy izé utánfutóra fölrakott fagyis kocsi. Jött este, vinnyugott Dudát. Akkor már tudtuk, hogy amikor lement a szomszéd faluba, jött visszafelé, akkor ki kellett állni az út szélére. Ki kellett kerülgetni ugye a tehén szart, nehogy belelépjünk. Aztán megállítani, hogy állj meg, haver, kéne nekem egy gombóc fagyi, adják 2. No, hát arra már nincs elég pénzem. Akkor csak 1. Na jó, van, hónap is jövök, majd odaadod. Hát az meg hónap se lesz elég pénzem, de mindegy, hát jó van. Megint akkor hónap nem eszek? Ettünk egy gombóc fagyit, ú, de jó volt. De hát a Leó gyerekeket, a Leónak annak párja nem volt, tehát az olyan... És az egy külön egy élmény volt, vajkrém, olyan volt, mint egy vajkrémes dobozba lettett volna. Olyan dobozba volt csomagolva, vagy hát rakva. Adták hozzá ezt az izét, ezt a... szájsebészetem, vagy hol használnak fogorvosnál is. Talán ezeket a nyelv lenyomó fakanalakat. Nem fakanál, amit a konyhába használsz, hanem ilyen kis fa lapát. És akkor azzal lehetett enni, hát a fagyi már, a fagyis doboz is már a kukába volt, ugye akkor még tudtuk azt, hogy a szemetet azt a kukába kell dobni, nem eldobni az utca szélén, vagy az út szélén. És a doboz az már kukába volt, de a pálcikát azt még mindig rágtuk. Ú, de jó is volt. Akkor utána, amikor más üdő voltam, utána jött a Magnum. Meg az ilyen menőfagyik, ó, gyerekek, meg se tudtam fizetni.
Várja, hon van innen a kiáratól a 9-esből? Na itt vagyok. Jó van, itt mehetek. Na várják, kijelölöm azt a helyet, ahova vinnem kell. Hely megjelölése. Eltévedek még úgy ez a izé. Nem tudom megjelenni. Várjál, ide kell vinnem a felszólítójelhez. Szárító berendezés. Vagy ez nem az ott? Nem ott van? Hát az a szárító berendezés, nem? Nem, hát a felszólító jelölő cucc, az a szárító berendezés. Jó. Falun át kell vinnem akkor a... Cucmájnudit. Igen. Szóval volt egy-két jó dolog. Magnumból a fehéret, azt újra csíptem. Most megléptem nyomon. Igaz, hogy a Magnumnak annak a mai napig jó ára van. Olyan magas ára van, hogy ajajaj, én nem tudom mi az a... amit... azon meg kell annyi a pálcika, biztos, mert bele van égetve a nyelébe, vagy Magnum, vagy mit tudom én, mi van beleégetve a nyelébe, mert már nagyon régen ettem Magnum fagyit. Kicsit gazdaságtalan, ugye? Bár a menők biztos eszik. Aki megteheti. Nem jön Sámli? Nem, ó, várja, itt a fagyis néni. Eszek egy fagyit. Ó, elból van bújva izé megé. Csatornom, néni. Kérek egy izét. Egy vaníliát, egy pisztáciát, meg egy csokoládét. Pisztácia elfogyott, csokoládé nem is volt. Jó van, akkor kapcsoljuk ki ezt a térképet, mert engem zavar. Így. Itt egy... Obazd meg! Mi a fasz? Ez ilyen gyűjthető lóvé. Hát 500-as volt rajta. Gyűjthető lóvé. Hát ezt nem is mondta a Balázs. Ja, de mondta. Vagy mondta, vagy nem mondta. Gyűjthető lóvé. Mondjuk ez már csalásnak számít, ugye ez nem természetesen megtalált pénz. Mint a szép. Ilyen, nem látod, hogy jövök erre? X3-as BMW. Gagy X3-as. Ha érted, gagy X3-as. Csórikám, manapság már az X7-es a menü. Fú, baszki, ha megtehetném, akkor nekem az lenne X7-esem. Na várjál, valahol itt van az a szárító istennyila. Át kell menni a síneken. Remélem, nem jön a vonat. Édeni. Fasza.
Na várjál már, elbasztam, nem ide kell hozni? Ide, ja, kicsit előrébb kell menni biztos. Ja. Ez a térkép, de zavar engem. Azt a kurva! Hát felajánlott a kitöltési lehetőséget. Ha nem? Hogy ez már tele van, vagy mi a fasz van itt? Ez... Na várjál, én ezt nem értem. Most én nekem ezt ide kellett hoznom. Ide kell hoznom az árut. De hát ez az enyém. De ez meg bérmunka. Nekem ez nagyon nem tiszta. Nyit. Nyit. Ott van. Nyit. Mi kell ehhez vajon? Easy development. Vagy nem hiszem. Várjál. Rájövök én erre. Kikapcsol, bekapcsol. Ez oda van írva, de... Hogy tudom én ezt bekapcsolni? X, garatnyitás, X. Aha. Ja, hogy így kell... De hát akkor én ezt magamnak hordom. Ez most egy... Érdekes... sztori. Nem igazán vágom, mert bérmunkába hogy hordhatom magamnak. Jó van, szépen tűnik el a szajré. Mert az után töltés. De hát, hogyha magamnak hordom a szajrét, akkor ez... a bérmunkába gazdának hogy éri meg? Nem teljesen vágom ezt most így ebbe a formába. Pedig hát látjátok. Az előbb 68% volt. Most már 71 a bérmunka teljesítve. 72. De hát ez az én szárítóm. Kurva jó. Magamnak hordom a szajrét, azt, amit betakarítok a parasztól. Na, így se jártam még. Gyerekek, egyre jobban tetszik ez a térkép. Hetvenhárom százalék. Ne Balázs, ezt nem mondtad. Égyni. Ugye folyik le a szárítóba a szajré. Megy át a szárítón, és akkor csak a végtermék kerül, tehát a tisztított mag kerül bele a gabonasilóba. Megbízás 75%-ba teljesítve. 75%.
Hát ez kurva jó. Őzike, még húsom is lesz. Beszarás, átszalad a betonfalon. Hm. Ezt nyissad. Úgy. Remélem nem jön vonat. Jó van, nem jön. Nagyon fasza. Hát eddig még csak jó történt velem. Ugye megtaláltam a széfet, kivettem belőle a pénzt, mert mindenki azt mondta, mindenki támogatott abba, hogy hát tartsd már meg, hülye, hát nehogy már vissza, tartsd meg a lóvét. Értelemszerűen megtartottam a pénzt. Fel is írtam magamnak a szépen, beraktam a számlámra. Így most de hogy még pénzt is találjak az utcán. És ráadásul a bérmunkából származó betakarított szajrét is magamnak hordhatom be. Ez beszarás. Tudom már, mit kell vennem, egy pótkocsit. Betakarított szajrétól megszabadulni, hogy az öreg vissza ne kérje. Ha-ha-ha. Igaz, hogy a... Még a fagyizó, a kislány az nekem szerencsét hozott, kimondottan. Itt az X-etem... Ja, ez nem is BMW, bazd meg, ez Audi, vagy mi a fasz. Na, se baj. 58%-ba átszállítva a 15-ös mezőhöz. Na, én inkább itt beváltok egy belső nézetbe. Durva jó jártam ezzel a paraszttal. Láttátok azt, amit én láttam? Fehér foltot az út szélén, jobbról? Ha nem, akkor pörgessétek majd vissza a videót. Szerintem ez is egy köteg lóvé. Csak súgom. És akkor a pálinka főző előtt is az emlékeimben, hogy megmaradt. Amire én azt hittem, hogy egy kubi, hogy ott megjelenjen egy izé. Egy pálinka főző, pálinka árus, vagy akár milyen kóstolóhely. Akkor ott is pénz van elrejtve. Ilyen gyűjthető pénz. Na jó, hát természetesen nem biztos, hogy össze fogom szedni, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, majd még nem tudom, mert ez most nem a becsületről szól, hanem a túlélésről. Mert hát ilyen katasztrófa után értelemszerű az, hogy minden pénzre szükség van, minden pénzt meg kell fogni. Őj, ketyegbe hagytam a kombányt, na se baj. Nem az én kerozinom, állj már meg, fáni. Na, ő, engedj be, ahogy. Jó. Hát tényleg kurva jó napom van. Ezt csinálja utánam valaki? Egy egyszerű művelet. Innen is betakarításból származó lóvét beszedem. Érted? Nem, egyszerűen nem tud napi rendre térni e fölött. Osztobüdös, mekkora szeme, szemű izét szedek, bigyót, cirkot. Dől a pénz, gyerekek, dől a pénz, az a baj, hogy a forint, még mindig csak forint. Bár mondjuk ez most majdnem 2 milliót hozott nekem.
Ugye mert... Várjál... 44 millió valamennyi volt, nem? Azt hiszem... Teszek egy tempomatot. Aztán nézegessük csak meg a pautkocsikat. Raktam én be csudajószágot. Itten van-e? HV80, vagy HV80 pót, de ez a, igen, 20 köbös, 15 köbös. Hát ebből én veszek a traktoromhoz. Így bassza, meg van-e mára? Várj, egy mennyi volt? Itt 15. Aha. 11. Várjátok, azért meg gondolkodok egy kicsit. Sajnálom, sajnálom. Itt 14 milliókról beszélünk, érted? Azért az pikpak 32-re leugran a megtakarításaimnak a száma. Megtakarításom szám, úgyhogy nem tudom, valahogy olyan kicsit nem vagyok túl lelkes. Látni, hogy ennyire kopik a pénztárcám, inkább kifelé csurok belőle nagy mennyiségben, mint befelé. ...85%-ba teljesítve, oh! Beszarál, gyakorlatilag magamnak szállítom a szárítani való szállított magat. A szerencsétlen kis öreg. Kéne neki adnom egy kötek 10 000-est, hogy ne. Ugye az akkor már, vagyis 20 000-esen van, 20 000-es volt. Akkor az már 2 millió pénz. 2 millió forint. Hát jó, nem egy nagy összeg lenne, érte, de hát... mégiscsak valami. De hogy lehet, hogy oda szállítatja az izét? A bérmunka betakarított anyagát. Ezért nem én vagyok a hibás, nehogy valaki azt mondja. Hogy már. Másik oldalra. Kurva jó néz ki ezzel a domborzattal. Az a sík búfasz. Nem tudom én, nekem azok a sík térképek nem jönnek be. Lapos, mint a deszka. Nagyon sokan szeretik, ugye az amerikai térképeken az van. Jó, hát mondjuk az ott nem is várható más, ott ugye amerre látsz, amerre nézel, arra mindenfelé csak ilyen síkságok vannak.
egy nagyon-nagyon hangyafaszni, szinte szemmel észrevehetetlen egyenletlen talajegyenletlenséggel. Várja, a szárítót nem kapcsoltam ki, ezt ki kellett volna kapcsolni? Ezt nem is tudom. Vagy, ja nem, hát ugye hát annak szárítania kell, az nem csak átdolgozza, meg kifújja a pernyét a szemről, vagy hát a mag közül, hanem ugye annak le is kell szárítani a szajrét. Így. Na, indulj meg. Nem szeretek átmenni senkinek a földjén. De hát ezen a kis területen átmegyek, a keréknyom még meg se látszik rajta. Érted? Meg lehet magyarázni ezt is. Hogy a döglött ló legel. Közben a nagy lófesz. De ez tényleg ez most. Ez nem számít szerintem. Á. Jaj. Átviszem magamnak a szajdét, és még pofátlanul fel is veszem érte a pénzt. Há, gyerekek, ehhez kell a mai a play pofa. Töccsöd, hátrafelé is töccsöd, töccsöd. Így, ne egy kupacba legyen. Pont elment a fa mellett. Basza. Öpsz. És nem fogom átérni. Ó, hogy a fene legyen meg. Na mindegy, lesz még egy kanyarom. Betakarítás. Szerintem ilyen bérmunka nincs, vagy muncsolás. Ugye, hogy lemuncsolni a círoknak a tarló részét. Pedig akkor lehetne igazán 100%-os hozamot elérni utána a földön. Le lenne muncsolva. Hát ezt most elméletileg el lehetne érni ugye normál esetben tárcsázással is, nem csak muncsolással. De a játékban csak a muncsolással lehet elérni. Ha jól gondolom. Már pedig miért ne gondolnám jól? Ez már bele is fog férni egy kombányba. Itt is egy jó kis bú. Be.
Fasza. Nagyon tetszik ennek a domborzat, ennek a térképnek. Magasan dolgozik, mert hát ugye a felső része a hasznos rész. Nem úgy van, mint a búza, meg az árva, meg az ab. Még a szára is hasznosítható. Elméletileg megtörtént a betakarítás, a bérmunka. Várj, azért megnézem a térképen, hogy 92%-ban van teljesítve. Komolyan mondom, betoljuk. Művelt. Igen, hát itt most már művelt, az egész betakarítottnak számít, úgyhogy nem is érdemes tovább néznem. Nem tudom, betakarított, hol van? Nem. Jó. GCB Fast Track sebességéről kurvára híres. Nemrégen láttam itt egyszer, nem régen egyszer tavaly, vagy mit tudom én már mikor. Erre felénk úgy döngetett, hogy ojjjjjjjj, na mondom, még a végén elkapják gyorshajtásért. Szerintem, hogyha még lett volna rajta, kicsit nagyobb lett volna a sofőrnek a lába, akkor lehet, hogy még tudta volna neki fokozni a sebességet. Hopp. Na, vigyük be a tárítónkba. Talán még pénzt is fog nekem felszámolni. Ez hogy jött ki? Ilyet még nem láttam. Saját magunk részére szállítjuk a magot, és utána szárított állapotba el tudjuk vinni. Tehát gyakorlatilag még pénzt is kapunk ezért. Na, hogy letörjem az ágat, kicsit kijebb jövök.
Ugye földes úton nem döngetünk. Még akkor se, hogyha traktor. A pikpak darabjaira hullik. Na itt már lehet egy picit tolni neki. Közvélemény, tényleg ez is lesz, lehet, hogy ez lesz a cím. Közvélemény kutatással egybekötött meg vagyonosodás. Nem mondom azt, hogy meggazdagodás, mert ez nem járt olyan csuda nagy meggazdagodással. De azért csak-csak jött belőle pozitív viszonylatban a lóvé, mert hát ugye ez könnyen jött lóvé, ez talált pénz. Még itt a fagyizó, gyakorlatilag a fagyis néni fizette, itt majdnem azt lehet mondani a fagyimat, mert hát csatolom, oda nyomja a roma reppet, figyeld már. Na menj már épp. Ja, most nem, most pakolászik. Na ennyi főnök. Ez biztos, hogy főnök ezzel a piros jószággal. Beavartam a szajrét, begyűjtöm a lóvét. Mikor még? Pikpak. Innen már csak dől a pénz. Szárítót bekapcsolva hagytam elméletileg. Egy avaskap úgy nyílik, mint egy deszkakerítés. Aha, hallom, dolgozik, zúg. Ja, mehetek még. Hoppá. ...99%-ba teljesítve a bérmunka. Még mindig 99%-ba. Oda néz! Befejeződött a megbízás a 15-es mezén. Hát ez kurva jó, gyerekek. Gyakorlatilag ugye, most összefoglalva, abszolút ezért most tényleg nem tettem semmit. Bérmunkát nem tudom befolyásolni. Vagy ha tudom is, akkor nem tudnám. Vagy ha tudnám is, akkor nem tudom, hogy hogy kell. Ugye megcsináltam a bérmunkát. Le kellett szállítani gyakorlatilag oda, ami az enyém. Mert az 50-es mezőn a szárító az az én tulajdonomban van. Tehát gyakorlatilag ide kellett szállítanom, és ezért még kapok pénzt is. Pakk! Érted? Hát bezzeg! Hát ez kurva jó, mi? Na jó van. Köszönöm szépen, hölgyek, urak, a fiúk és lányok, kicsik és nagyok a megtekintést. Ha tetszett, akkor
dobjatok egy lájkot. Ha esetleg nem vagytok feliratkozva, akkor ezt pótoljátok, nyomjatok a csöngőre, hogy azért kapjatok értesítést a következő részekről is, és akkor visszavárlak titeket a következő részre is, ahol remélem, hogy hasonló lyukban lesz részem, és ezt meg tudom nektek mutatni is. Na, jók legyetek, szevasztok!